2016-os esztendőben várható fejleményekre szeretnék összpontosítani, de természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre is. A 2015-nek a tangúsága alapján azt mondhatjuk, hogy 2015 elején tavaszán megfogalmazódott és a lakosság is széles körbe támogatta azt a gondolatot, hogy Magyarországot meg kell védeni, és Magyarországon keresztül tömegesen átálló illegális migrációt korlátozni meg kell fékezni, korlátozni kell, csak azok tudjanak átlépni, akik valóban menekültek és menekült státuszra jogosultak. Ennek a döntésnek alapján jogszabályokban is megjelent ez a politikai elvárás, országvédelme, és tulajdonképpen ennek a lényeg az, hogy garantálnunk kellett az elbiztonságot, és mindazokat a nemzetközi összefüggéseket is figyelembe kellett vennünk, amelyek ezeket a kérdéseket jelentős mértékben determinálták. 2015-ben tömeges, illegális migráció, és itt mindegyik szónak jelentősége van. Tömeges, később majd a számadatokról fogok beszélni, illetve mutatni számadatokat, konkrétumokat, de illegális az azt jelenti, hogy tehát az ölt határon keresztül, okmányok nélkül, és legtöbb esetben mindenfajta adat felvétel, pontos beazonosítás nélkül lépték át az Európai Unió határait, részben a schengeni határokat, részben aztán pedig a belső határokat is. Másrésztről viszont az Európai Unió késedelmes, vagy adott esetben hibás politikájának az éve is volt, amelyben csak a magyar kormány döntései hoztak eredményt, amikor is a lakosság akarat szerint az országot meg sikeresen megvédtük. Köszönetet szeretnék e fórumon is mondani azoknak a rendőröknek és katonáknak, a fiainknak, akik sokszor nagyon nehéz körülmények között, még a határ, zöld határ lezárását megelőzően is, majd aztán a határzár után intenzív szolgálat ellátással, becsületes helytállással segítették ezeknek a törekvéseknek a megvalósulását. Körülbelül 1,5 millió migráns érkezett, ez egy komplex adat, de pontos adatokkal, igazándiból hajszál pontos adatokkal nem rendelkezünk, hiszen még a úgynevezett célországokban sem derült ki pontosan, hogy ki kicsoda, nagyon sokan pedig eltűntek a regisztráció elől. Épp ezért jelenleg közelítőleg 1,5 millió az, aki az Európába bejutott a illegális módon. Anélkül tudnánk, hogy kicsoda ő, honnan érkezett, milyen célra érkezett, milyen múltja van, milyen megfontolások alapján érte az országainkat. Tömegesen vették semmibe a jogszabályokat, az útbaeső és a célországokba is. Ezt azért hangsúlyozom, mert ugye az Európai Uniónak egy fontos értéke a jogállamiság, vagyis a törvények uralma, és az állam határok átlépése az mindig szuverenitási kérdés. Schengeni egyezmény szerint ez egy speciális szuverenitási kérdés, ennek az a lényeg, hogy a külső határokat szigorúan őrizik, ezáltal cserében nincs belső határ ellenőrzés. Épp ezért ezeknek a útbelső országoknál is és a célországoknál is a jogszabályok semmibevétele rendkívül negatív hatású, általában a jogkövetők magatartása is. Súlyos közbiztonsági, nemzetbiztonsági, közegészségügyi, szociális hatások keletkeztek erről kicsit később, majd még szólok. A mi álláspontunk ebben következetes volt, a kormány álláspontja, miszerint semmilyen gazdasági, ideológia vagy politikai cél nem írhatja fölül a törvények hatalmát, és nem írhatja fölül az európai polgároknak a biztonsághoz való jogát és arra vonatkozó sürgeti igényét. Miközben egyébként 12 másodpercenként egy-egy újabb migráns érkezett Európába, Európa válaszként kidolgozta a kvótarendszert, amelyről szintén majd kicsit később részletekben is szólok, most itt azt tudom mondani, hogy mindenképpen egy jogellenes, ezért is fordult úgy a magyar kormány, hogy a bírósághoz fordul, hiszen a jog ellenességet ott lehet orvosolni. Veszélyes, hiszen szétteríti azt a tömeges migráns
ezt a migráns tömeget, amelyek ellenőrzésénik jutott be Európába, egy-két ország kifejezett hívására, és végül pedig inadekvát válasz, hiszen nem oldja meg azt a kérdést, hogy ne legyen utánpótlás. Tehát először csak néhány tízezerről, aztán 140 000-ről, most már ugye már másfél millióról beszélünk, és egy állandó kvótarendszer az azt jelenteni, hogy akárhányan érkeznek, akár úgy, hogy maguktól, akár úgy, hogy beszállítják őket, mert ilyen elképzelés is megfogalmazódott. Ezeket automatikusan osztanák szét a tagállamok között, amelyek alapvetően téves és az adott államoknak a kultúráját, de nem utolsó sor a szuverenitását súlyosan sérti. Néhány konkrét adatot nézzük akkor 2015-ről. Először talán a magyar vonatkozásokról. Ábra ez a Magyarországot megközelítő migránsok fő irányait jelzi. Nyilván nem csak a balkáni útvonal volt jellemző, hanem, mint ahogy önök is ezt tudják, részben Spanyolország, de nem utolsó sorban Olaszország irányába is nagyfokú aktivitást mutatott a migráció. Minden súlyos következményekkel együtt, a súlyos következmények alatt egyébként a migránsokat érő súlyos következményeket is értjük, hiszen több százan fulladtak a tengerbe. Illegális határátlépések, Magyarországi alakulása, ha tetszik, akkor ugye a schengeni határon. Itt azt próbáltuk ábrázolni, hogy 2010-es adatoktól kezdve hogyan növekedett a migráció. 2010-ben kék az összesen, és a szerb vagy a horvát szakad, az még pirosan és zöldel van. Látható, hogy addig, mint 2010-11-12-ben, sőt akár 13-ban, még 14-ben is egy 50 000 alatti hatásértő mozgást, illegális migrációt tapasztaltunk, addig közel 400 000 volt a idei esztendőben az eredmény, és nincsen semmi okunk feltételezni, hogy 2016-ban ez valamilyen csoda folytán csökkenne. Nemzetiségi bontásról, ilyen sokat beszéltünk erről is, összességében több mint 100 ország állampolgára az, aki megérkezett. Aztán volt olyan ismeretlen, láthatják a legnagyobb számú belépők, mint egy 36 000, akiknél meg se sikerült állapítani, hogy melyik országból érkeztek. Nyilván a legnagyobb számú belépők adták az ön feladatot, de azért az 1000 fölötti belépők, és aztán vannak aprók, és hát ezek között messze olyan országok is vannak, ahol semmifajta okát nem látjuk annak, hogy onnan akár menekülni kellett volna, sokkal inkább valószínű, hogy megélhetés miatt szándék. Itt láthatóak nagyságrendekben a átlépős, illetve az illegális migránsoknak a származási országai. Hogyha a 2015-nek a belépési dinamikáját vizsgáljuk, akkor látható, hogy több mint 200 000 lépett be a szerb határszakaszon Magyarország területére szeptember 15-ig. Aztán ugye a változás, jelentős változás történt, szeptember, október 16-tól pedig a magyar-horvát zöld határ, és most aztán látható végül, hogy mennyi a mostani időszak által 8-15 között mozog, van olyannak, hogy nulla van, ahonnan van, hogy kicsit több. Így összességében 300 ilyen volt a határzár óta, a horvát szakaszon pedig 10 főnél kevesebb, és továbbra is változó, de alacsony intenzitás mutató már határszakaszon, mert kiemelt figyelemmel kísértünk az év folyamán, főleg a tárcárások következtében. Embercsempészek jogellenes tartózkodás elősegítése. Itt is 2010-ig visszavetítettük a számolatokat, hogy világossá legyen, hogy micsoda jelentős növekedés van. Az Európa adatai szerint ország, illetve a világméretekben csak itt a balkáni útvonalon mindegy 30 000 ember, illegális migráns, 30 000 embercsempész segíti a migránsoknak az átlépését, hát ez az 1176 minden eddigi csúcsot messze-messze megdöntött, nem mintha a versenybe akartunk volna szállni csúcsok megdöntésért, de a helyzet mindenképpen ezt mutatja. Menedékkérelmet benyújtók száma több mint 177 000, itt a legnagyobb számba benyújtottaknak az adatait láthatjuk, nyilván a szír, de itt a szírnél is tudjuk, hogy nagy számba került ki szír, halvas útlevél, illetve egy részük pedig csak szírnek vallotta magát, nem volt nála semmilyen okmány, úgyhogy ezt erős kétséggel lehet fogadni, hogy ezek szírek voltak-e mind, és hát iraki viszonylag alacsony számba, pakisztáni és afgán, akiknek még jelentősebb mértékben. Mi
migrációs helyzetkép, menekült, menedékjog iránti kérelem, ennek a bontása, hogy akkor hányan kaptak menekülstátuszt, hányan kaptak oltalmazottit, hányszor fogalmazódott meg a visszaküldés tilalma, majd pedig szeptember 15-e után pedig 5262 kérelem került benyújtásra. A rendőrség idegenrendészeti eljárás azt jelenti, hogy elfogják, és akkor eljárás közben közül, hogy még csak egy jogot kerülne, így adódik az a szám. Itt egy rövid adatsor a migrációs helyzetben a tranzitzónákról. Röszkei és a Tompai az, amelyik igénybe lett véve. Röszkén több mint 1000 és Tompánál 40-es nagyságrendben nyújtottak be menedékkérelmet Letenyén és Veremenden pedig nem. És november 1-e óta pedig semmilyen menekült kérelmet nem jutottak be. Tehát ezt a típusú embercsempészek által sugalt megoldással nem értek. Magyar-szerb zöld határ lezárása. Itt azt mutatjuk, összesen 174 kilométert zártunk le, ebből 118 kilométeren teljes határzárral, a többinek pedig telepennek fel műszaki rendszer, és 6 határátkelőnél pedig kapuval tettük zárhatóvá, de nem zártuk le, csak a röszkei egyest és a kettest ilyen kapuval. Horváth zöld határ lezárása 118 kilométeren van lezárva, idéglenes zárral, illetőleg műszaki rendszer és 7 átkelőhelyen van kapu. Kerítés építéshez itt néhány adatot, amit felhasználtunk. Kerítés oszlopban, drótfonatban, NATO-drótban és hát Szlovénia, úgyhogy a macedónoknak átadott anyagokból is van szó. A tiltott határátlépések miatti elfogások száma, ez az, ami az új törvény szerint ugye már bűncselekménynek minősül. Látható, hogy van olyan, hogy egy, van, ahol kiugrót nagyobb számban van, de nem okozott egy kezelhetetlen, akár a rendőrség, akár az igazságszolgáltatás által kezelhetetlen helyzetet. Itt van a tiltott határátlépések száma, mindösszesen 1058 fővel szemben indult eljárás, nagyon nagy számuknál már a bíróság döntést is hozott, mennyire kiutasítással. Az illegális migrációt itt egy kicsit tágabb kitekintésben az unió adatait is vizsgálva, itt néztünk egy 2008-as, 2014-es és végül 2015-ös adatot, Frontex adattal dolgoztunk. Ez azt jelenti, hogy több mint megduplázódott egy éven belül, európai szinten is, és az Európai Bizottság szerint ez év, december első két hetében több mint 50 000 léptek be a határon, ez több mint 3700 fős napi átlagot jelent. Németországban elérte 8-án 1 millió főt, Magyarországon itt ezt már az előbb kivetítettük. Itt egy olyan adatot hoztam, amelyik a szerb-magyar zöld határ előtti napon, hogy közel 10 000 fő, vagy októberben a horvát zár előtt, egy hétvége volt, emlékeznek, tehát közel 23 000 fő lépett át. Szerb zöld határ lezárását követően 500 000 migráns lépett át a szerb-horvát határ, 2-3 000 migráns érkezett Horvátországba naponta, 300 000 migráns érkezett Szlovéniába, és hát ez indokolja a tömeges felvándorlás miatt a válság helyzet fenntartását. Itt felsoroltuk azokat a jogszabályokat, amelyeket a kormány javaslatára a parlament, illetve maga a kormány is kiadott, illetve módosított. Itt sajnálattal tapasztaltuk, hogy az ellenzék nem támogatta ezeket a javaslatokat, ami pedig egy kicsit késleltette a Magyar Honvédség igénybevételét. Finanszírozásról szintén publikus kormányhatározatokból idézzük azokat a pénzösszegeket, amelyet a kormányzat eddig elköltött a illegális migráció kezelésére és a határőrizetére. Karitatív szervezetekről csak egy említést, itt az volt kiemelkedő, hogy nem csak az ideiglenes elhelyezési és a közvetlen határtérségben működtek együtt velünk, hanem a határzárat követően a túloldalon rekedt migránsok ellátását is segítették, hozzátéve, hogy talán önök is felfigyeltek arra, hogy órákon belül megváltozott a migránsoknak a mozgása, eltűntek a szerb-magyar határon, és hirtelen Horvátország felé vették az irányt. Nyilvánvalóan ez is a szervezettségnek a jele, hiszen nem nagyon képzelhető, hogy a migránsok el sem tudta, hogy pontosan melyik országban van, egyszer csak rájött, hogy most Horvátország felé kell menni.
egy szervezet irányított migrációról beszélünk. De a migráció kapcsán történt egy súlyos terrorcselekmény Párizsban, önök által ez ismert. Ennek kapcsán a hazai jogi következményeket említem meg. Ugye újra szabályoztuk a készültségi intézkedéseket, és ugye a 3-as közepes fokozat van jelenleg is érvényben, a korábbi B színnek megfelelő, és hát ezek a legfontosabb jogi következményei terrorcselekménynek. A magyar illetékes hatóságok jó és gondos nemzetközi együttműködése és intenzív munkája kapcsán nem került sor, még csak veszélyeztetett cselekményre sem, leszámítva azt az egy géppisztolyos párosnak az elfogását, tehát ők is valós kötekkörtől indítottak. Nemzetközi együttműködésről itt a kivetítőhöz annyit fűznék hozzá, hogy a V4-ek nem csak szavakban, deklarációkban, hanem effektív, valóságos, az államhatáron megnyilvánuló együttműködésben alakítottak ki együttműködést. Ez az én véleményem szerint példaadó egész Európa számára. Azt mutatja, hogyha a 28 tagállam valóban elszámlál magát az államhatárok lezárására, a törvények uralmának a visszaállítására a határon, akkor ez sikeres lehetne, legyen szó akár görög, mint schengeni határól, vagy a második legjobb megoldásként esetleg a macedón görög és bulgár török határ lezárásáról. Hazaért az első kontingensünk Szlovéniába, januárban újabb kontingens küldünk Szlovéniába, és most először Macedóniába is élő rendőröket is küldünk. A bilaterális megállapodások egy része, itt a macedón példát emeljük ki, amelyik számos területen érinti az illegális migrációt és a rendőri menekültügyi együttműködést. Itt a 1829-es kormányhatározat szerint mi az, amit átadtunk a macedón kormánynak, az állam határának a biztonsága érdekében. Még néhány gondolatot az Európai Bizottság javaslatáról. Ez az, ami az Európai Határ és Parti Őrség terveivel kapcsolatos. Ugye a holland elnökség végéig szeretnének megoldást elérni, és itt először, és azóta is számos politikai nyilatkozatban mindenkor hangsúlyozzák az európai tagállam, az unió tagállamai, hogy a határőrizet, a külső határok őrizete elsődleges fontosságú. Amerikai Egyesült Államok reagált vízummentességi programjának a szigorítására, szigorításával az európai terrorcselekményt követően. Ugye itt is megismételném a Frontex adatok szerint 1,5 milliónak a hatásait. Ezekre utaltam. Közbiztonsági hatások, nemzetbiztonsági hatások, közegészségügyi, gazdasági, demográfiai és etnikai, társadalmi, és hát nem írtuk ide, de nyilvánvalóan politikai következménye is vannak az Európai Unió tagállamok egészében és az unió működőképességét illetően is. Egy gondolat ebbe a Schengen barátai ügybe, amit a B4-ek közös elhatározással hoztak létre azért, hogy a schengeni rendszer megmenthető legyen, ne kerüljön sor a belső határok lezárására, semmifajta mini Schengen létrehozására. Támogatjuk a Törökországgal kötött uniós megállapodást, de az a véleményünk, hogy nem hagyatkozhatunk csak a török határ őrizetére, Törökország segítségére, hanem saját magunknak is képesnek kell lenni a határaink körzésére. Itt ismételten egy pár gondolatot hozok a európai határ és a parti őrség terveiről, hangsúlyozunk, hogy továbbra is a szuverenitás kérdésének, a tagállami hatáskörnek tekintjük a határőrzetet, de valami fajta megoldást támogatunk annak érdekében, hogy amelyik ország nem képes vagy nem akarja ellátni határőrzeti feladatait, az Európai Unió is részvehessen vagy közreműködhessen a határőrzetben. És végül a kvótarendszerről. Itt lehoztam azt a 10-8
pontot, amelyik december 3-án benyújtott keresetünknek nyilván nem fejtettem ki, hiszen az egy bonyolult jogi okmány, de igyekeztem azokat a legfontosabb pontjait kiemelni, amely jogi érveket kiemelni, amely a bíróság előtti keresetünkben szerepel. Nem olvastam föl, mert én szerintem elég jól látható, hogy akár a jogalap, akár a eljárásrend, akár az arányosság elve, stb. Sérült, és ezért az Európai Bírósághoz benyújtott keresetünk megítélésük szerint minden olyan elemmel rendelkezik, amely sikerhez szükséges, és hát ne feledkezzük el azt az 1,7 millió aláírás, amit a magyar állampolgárok aláírtak annak érdekében, a kötelező bevándorlási kvóta ne valósulhasson meg. Ennyit gondoltam 2015-ről nagyon röviden összefoglalni, és hát talán 2016-ban annyit tudok mondani, hogy folytatódó migrációs nyomásra lehet számítani. Ennek a nagyságrendje nehezen becsülhető, mert úgy látjuk, hogy növekszik az afrikai, ezen belül közép-afrikai állampolgárok száma a migránsok között, ők elsősorban egyébként Olaszországba érkeznek jelen pillanatban, és ott rendkívüli nagy számú ember létszámára rendelkezésre, milliós nagyságrendben, vagy több milliós nagyságrendben is, hogy a jólét elérése érdekében Európába jöjjön. A kvótarendszert nem tudjuk elfogadni, és mindent megteszünk annak a visszautasítására. Fokozódó európai mértékben jelentkező lakossági ellenérzésekre számítunk. Láthatóan Németországban is és más európai országokban is ez napirenden van. Részben egyre többször találnak az eljárások során ISIS-hez köthető személyeket, részben pedig nagy a szám azoknak az eseményeknek, amikor az európai országok titkosszolgálatai terrorcselekményt akadályoznak meg, és hát a lakosság egyre kevésbé támogat tömeges ellenőrzés nélküli betelepítéseket. Úgy érezzük, hogy a külső határok védelme kiemelt prioritást kap 2016-ban, és minden folytatni fogjuk a B4-ek együttműködését mindazon kérdésekben, amelyek valamennyi B4-ben részes tagállam részéről pozitív hatású, illetőleg érdekérvényesítésben is lehetőséget biztosít mindenünk számára. És hát 2016-ban is, továbbra is mindent megteszünk Magyarország védelme érdekében. Én ennyit gondoltam elmondani, és szívesen válaszolok.